Sziasztok, Széke Viktor vagyok. Eljutottunk a kilencedik adásig. Ez az egyik nagyon érdekes adás lesz, hiszen végig kísért az életünket a lézertechnika rendezvényszervezés szakmába. Mindig ott volt, mindig használtuk. Talán egy kicsit most kevesebb hangsúlyt kap, mint régen, de, de nagyon fontos erre, mert sokan fölhívták rá a figyelmünket. Ugye mi is az a lézer? mindjárt bekapcsolom, akkor egy kicsit jobb. Ugye mindig, mindig, ott van a kezünk ügyébe, ott van az iparba, ott van a gyógyászatba. Nekünk most ugye az a, az a lényeg, hogy tudjuk, hogy mi az, ami, ami a rendezvénytechnika szempontjából, egy rendezvény szempontjából fontos. Ugye itt az előbbi lézer mutatóban, hogy hogy működik, szerintem ez így nagyjából senkit nem érdekel. Hanem az a lényeg, hogy egy, a lézer egy egybefüggő fényforrás. Tehát ezzel tudunk valamit kezdeni, illetve tudunk kezdeni a színével valamit, mert mindig ez a, ez a másik, hogy színes lézert szeretnénk, színes lézert szeretnénk. Lehet színes lézert létrehozni, csak nem úgy működik, mint ahogy elképzeljük hanem különböző spektrumok, különböző színű lézereknek az összessége vagy összesítésével lehet színeket létrehozni főként. De én azt gondolom, hogy, hogy ez már egy olyan technika, története, a működése, ami, ami külön egy másfél-két órás előadást kitenne. Ezt onnan is tudom, mert Cingel Zoli barátom küldött nekem egy prezit, amiből kivettem ezt a pár képet és az, az, is ilyen másfél óra előadás csak maga a lézer történetről, a működéséről, az elvéről. Ezt lehet, hogyha lesz rá igény, ezt külön meg tudjuk csinálni, vagy utána tudtok olvasni. Nekünk nem az a lényeg, nem az a lényeg egy rendezvényen, hogy, hogy ez, ez látványvilágba és maga az a rendezvényenk, ez mit tesz hozzá. A, ugye az előbb írtuk, hogy írtam, meg mondtam is, hogy az a lényege, hogy egy vékony párzamos fénynyalábra van szükségem, amit utána már tudok vele mit kezdeni, tehát tudok vezérelni, tehát tudok sugárjátékot, animációt, mozgás, dinamikát létrehozni vele. Tehát ami a rendezvény technikában főként a lézernél fontos, hogy nagy távolságot tudok vele elvinni, nagyon kicsi nyílási szöggel. Erről majd később mesélek, hogy miért fontos a nyílási szög, mert ez bizonyos szempontból érdekes lehet. Itt láttok egy rendezvényt, ahol Belgiumban 320 darab lézerrel egy ilyen viszonylag <laughs> fullos látványt sikerült létrehozniuk. Szerintem ez már sok, tehát ez nekem, nekem már egy kicsit sok, de, de nézzük meg a, a legkevesebbet, arra is mondok példát, meg a legtöbbet, tehát ez már egy, egy legtöbb kategóriába tartozik. Csoportosítsuk akkor, hogy a technika szempontjából miért fontos, vagy, vagy mi a lényege. Ugye említettem, hogy lehet sugárjátékot Használni. ez 10-12-20 éve, ez tök érdekes volt, hogy önmagába mennek a sugarak, és nem történik semmi, csak, csak egy animáció, egy mozgás, egy dinamika látható, szintén kell hozzá füstölni, vagy előző részekben beszéltük, kell hozzá felület, önmagába a lézerfény, a fény nem látható, de ha beködölök, befüstölök, akkor, akkor látni fogom magát a fénynek a, az útját, és kellőképpen szintén az előző részekben beszéltünk a vetítésnél és a LED falnál, hogy fényerő függő tehát a lézert is főként sötétbe vagy sötétedés után kell használni, mert napfényben hiába van koncentrált fénysugár a, a fénye nem látszik, mert nem látható <kül> tehát a sugárjáton kívül ugye tudunk vele ábrát létrehozni, logót tudunk írni, animációkat tudunk gyártani vele, és mindezt nagy méretben. Tehát ez a lényeg. Például, hogy a koncentrált fénynek az a tulajdonsága, hogy ugye egy pontba fókuszálom a fényt, de olyan gyorsan mozgatom, és olyan gyorsan ebből az egy pontból kirajzolok egy ábrát, akkor a szememben már, már nagy felületnél is egy egybefüggő felirat ábra vagy animáció tud létrejönni éppen ezért lehet mappingelni is vele, mutatok rá példát illetve van egy nagyon érdekes felhasználása, sokan nem szeretik de nekem ez tök jó működött hogy hogy nem homogén felületre lehet lézerezni majd elmondom ezt is, hogy ha odaértünk hogy, hogy miért vagy, hogy használd Ugye vannak komplet lézersók, nem jellemző már szintén, tehát régen volt a planetáriumban, meg, meg ahol kifejezetten ö, olyan sok, meg színházak, lézerszínház volt belőle, ami önálló esként foglalkozott a lézerrel, tehát egy történetet mesélt el, egy látványvilágba vitt be és egy, egy nagyon szép, nagyon látványos, ezek valahogy így eltűntek, feltetlen azért, mert hozzáfejlődött ehhez a látványvilághoz már a robotlámpáknak a fényereje, ahogy átváltottunk az izzókból a, a ledes világításba, a ledek fényerejének a növelésével már hasonló igaz nem olyan vékony, meg nem olyan intenzitású, de hasonló látvány tudok a, a, a beam lámpákkal, a sugárvető lámpáknak a fényével létrehozni, sőt azokat már tudom másra is használni, tehát picit átfordultunk ebből a dologból dekorelemnek tudjuk rendezvényen használni, egy posztamenset megvilágítani például, vagy, vagy mutatok példát lézermennyezetre, illetve a, a, saját előző részben már kifejtett lézerpadlóról is mutatok, akkor példát megtaláltam azt a fotót, amit meséltem nektek, hogy, hogy a galérián a szervező elesett a kis fénypontba, és ebből alakult ki egy ötlet, amit aztán tettek, követtek, és létrejött belőle a lézerpadló, mint, mint egy látványelem. Illetve a végére egy kis játékos aktivitásra is hívlak benneteket, meg fogom mutatni, hogy, hogy mire lehet, és hogy lehet biztonsággal használni. Ugye, az egyik nagy ö, ö, referenciánk, illetve egy óriás ö, szerelmes melónk volt ez a Kőrösegyi Völgyhídnak a, az átadója, amire minket kértek föl. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert gyakorlatilag ö, körülbelül másfél-két hét alatt döntöttem el, hogy elvállaljuk-e vagy nem. Ezt nagyon sok számítás, meg leutaztunk ö, ö, lámpákkal, teszteltünk, hogy, hogy létrejöjjön, mert mert teljesen más elvek alapján, de szerettek volna egy látványt létrehozni, és azt az egészet össze, tehát át kellett alakítani, mert teljesen más perspektívából akarták azt az egészet megcsinálni, és utána végül a fotó látható látványt találtam ki, és erre, erre ment egy, egy, egy show létrehozva, és itt használtunk ö, ö, a sugárjátékot, ugye animációt, meg logókiírást is erre a nagy felületre, aki nyilván mindenki haladt már át rajta, vagy alulról is lát, hogy ez egy irgalmatlan nagy épület, ép, építmény, ugye 1,6 km hosszú, és ugye ide írtam föntre, hogy miért fontos ugye a nagy méretek és miért fontos a lézerezés. Ugye ez elég régen volt ennek az átadója, és akkor még nem álltak rendelkezésre olyan fényerő projektorok, hogy feliratot vagy animációt ki tudjak a pillérekre vetíteni, valamint a pilléreknek a, 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 a kép aránya se volt megfelelő, ezért azt találtuk ki, hogy olyan technikát kell alkalmaznunk animációk és feliratok kiírására, ami, ami lehet, és ez nem volt más, mint a lézer technika, mert ugye beszéltük azt, hogy az az a felület, ami a, a hídnak az első pontjától az utolsó pontjáig közel azonos pont méretből áll, tehát a felirat és az animáció az nem torzul, illetve a fényereje is közel, közel azonos. Ha abban az időben körbenéztünk a magyar piacon, mert ugye ez egy hatalmas nagy, tehát a legmagasabb oszlop az 90 méter magas, tehát három darab tízemeletes ház egymáson. Tehát oda kell felület és kell ö, nagy fényerő ahhoz, meg egy gyors szkenner fej, hogy ezt a, ezt a felületet gyorsan körbe tudja járni és ezért is van majd azt amúgy, hogy a videófelvételeken villognak a lézerek, mert ö, a, a videó a, a, felvételének frekvenciája és a lézer frekvencia, mivel a lézernél változó a, a, frekvencia, ezért a TV felvételek, amikor láttok ilyeneket, akkor sok esetben villog a lézer, ez valójában nem villog, csak nem tudja ugye a jelet feldolgozni az elektronika, de ezt azért, azért akartam mondani, hogy hogy egészen Belgiumból kellett elmennünk, Belgiumba kellett bérelnünk egy olyan 10 wattos lézert, aminek a konvergenciája, tehát az a mutatója, hogy minél párzamosabb legyen és, és kevésbé nyíljon, hogy Magyarország itt nem, nem állt rendelkezésre, hogy 1,6 kilométerre elvilágítva vele, ne nyíljon már akkor át, hogy az animációnak azon a része jól látható legyen. Mutatok majd videókat, Mutatok majd ö, 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 példákat, erre látni fogjátok, hogy ez miért fontos. A, a, a másik, hogy felraktunk még a híd is, szintén sugárjátékot, az semmi mást ö, nem használt, mint látjátok itt is, hogy a zene ütemére kinyílva, összecsukódva, illetve különböző animációk ö, létrehozásával egy kiegészítő látványelemként funkcionált. funkcionál. Tehát maga a, az animációt itt látjátok, hogyha megnézitek a teljes hosszon, ezek a kis oszlopokon lévő zöld ö, pöttyök, illetve formák, ez, ezek voltak azok, a, ez volt az az egy darab nagy lézer, ami, amiért ki kellett utaznunk, és ezzel tudtunk ilyen, ilyen 3D-hatású animációkat ö, föltenni erre a, az iszonyat nagy felületre. Fogok majd mesélni, kitaláltam, hogy lesz majd egy bónusz rész lezárva az első évadot a következő rész után, ahol majd mesélek sztorikat, mert annyi sok sztori van így a, a, 21 éves pályafutásom alatt, hogy, hogy így elkezdtem jegyzetelni. Ennek a munkával kapcsolatban is nagyon sok érdekesség van. Ezekre majd akkor visszatérek, és akkor szépen így lezárjuk majd ezt a történetet. Ugye mi van akkor, beszéltünk azt, hogy egy komplett látványt, egy komplett sót akarok létrehozni. Ugye itt lehet látni, hogy a, annyira jól sikerült ez a, ez a, a Köröshegyi Völgyhíd átadó, hogy a Megyeri Híd átadóra is minket kértek föl, ami még komplexebb dolog volt. Ugyanúgy izgultunk rajta, de megvolt már az a tapasztalatunk az ilyen megaméretű építményekkel, hogy kell bánni, mit kell használni, milyen felületeket kell létrehozni. És úgy álltunk neki, hogy a Zoli otthon fogta és lemodellezte egy, egy, egy kisebb méretbe a hidat, és gyakorlatilag arra is lehetőséget tesz, lehetőségünk van, hogy otthoni vagy stúdió környezetben lemodellezzük már azt a látványvilágot, amit a, a hídra szánunk. Tehát e, itt van, hogy szépen otthon a megépített modellre gyakorlatilag az a programot futtatjuk le, mert ugye a méretarányok azok megegyeznek, amik, e, amik később kikerülnek majd a hídra. Tehát e, nyilván más fényerű lézerrel, nyilván más ö, dologgal, de, de gyakorlatilag a só az előre reprodukálható és megnézhető, és akkor nem az van, hogy az ügyfél azt mondja, hogy, hogy jaj, ő nem tudja elképzelni, mutassuk meg, vagy lássunk rá valami ö, példát, vagy, vagy, ez akkor mégiscsak ö, milyen, meg, meg, meg ö, hogy fog kinézni, tessék így fog kinézni. Jelen pillanatban úgy magunk miatt készítettük ezt a, a, az animációt, hogy lássuk azt, hogy összességében ez hogy fog kinézni. És azt gondolom, hogy azért ez, ez nem, nem, nem lett rossz. Leírtam az előzőben, hogy mi van akkor, hogyha messziről akarunk, szintén ugye a visszacsatolva a Kőrösegyi Völgyhídra, messziről akarunk animációt vagy logót kiírni ugye erre is ad lehetőséget a lézer, mert a projektoroknál, ugye bizonyos, tehát a projektorokra, hogy milyen messzire tudok vele vetíteni, az ugye a lencse határozza meg, ugye a profi projektorokban cseréltő lencsék vannak, vannak lencsesorok egészen közelről tudok vetíteni, de egészen messziről is. Viszont maga a képarányok, azok ugye mindig a projektor jellemzője, ez 16, 9-es, 10 a mostani projektorokban, ezért hogyha akarok egy a közel négyzet ábrát messzire vetíteni, sokkal több fényerőt és sokkal több felületet vesztek. Tehát itt lehet látni, hogy itt talán az Európa hajóra ö, egy ö, logót vetítettünk ki, egy logó animációt egy a rakpartról, tehát olyan távolságról egy kontrasztos, szép animációt tudunk létrehozni, ami ami kiegészíti a látványt, és amikor érkeznek a vendégeid, akkor tudják, hogy ide jöttek, hiszen azonosítva van a helyszín. Meg van világítva, és van rajta egy kis dinamikus tartalom. Ugyanígy itt volt ez, a, ez egy céges rendezvénynek volt a helyszíne, ez talán a Bakelit volt, igen, és előtte volt egy nagyon romos gyárépület, és azt találtuk ki, hogy nem elrejtjük, hanem direkt ezt a, ezt a megvilágítjuk és, és használjuk a rendelkezésre álló felületet, és ki fogunk rávetíteni, ugye, logót, illetve ilyen feliratot. Ez a, Ezt lemértük, aztán 80 méterről vetítettünk. Szintén egy ilyen felületre projektorral nem nagyon tudsz kivetíteni, mert a, a fényerő bukás és a két méret bukás miatt nem kivitelezhető. Tehát ha logót akarsz kiírni, akkor, akkor használj lézereket. Volt egy Bengendolusen üzlet átadó régen, és a földre vetítettünk le logót. Ezeknél majd visszatérünk ezeknél a feladatoknál, hogy mire kell figyelni. Később a biztonságnál de ez is egy nagyon látványos, tehát gobó helyett használhatsz lézer animációt, lézer logókat. Elérkeztünk a mappinghez, és, és, és használtam én ezeket olyasmire, hogy ez egy gag volt tulajdonképpen, ez is Brand Fesztiválos rendezvény, ahol fölmatricázták a padlót, ide kellett beállni az előadónak, és kitaláltam, hogy semmi mást nem történt a lézerrel, míg amíg bejött az előadó, akkor volt egy kis, egy kis animáció, egy nagy fényerejű lézer segítségével, és így kijelölte a helyet, illetve adott egy kis extra tartalmat, illetve extra látványvilágot. Ez, ez tulajdonképpen semmi más, mint egy figyelemfelkeltés és egy gegg. Uh, ugye előző részben teljes egészében a nyolcadik adáson mappingről szólt. Itt uh, lehet uh, lézerrel is mappelni. Ugye a mappelést itt ezt, 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 látjátok pont most, hogy ezek is pont szaladgál ebbe a, a struktúrába. Tehát ez szintén egy geg, szintén egy figyelemfelkeltés, egy kiegészítő lámpa világítás mellett uh, egy uh, nagyobb fényerejű kék lézerrel létrehoztunk egy ilyen kis játékot, egy kis figyelemfelkeltés, amikor jöttek este a vendégek a gála vacsorára, akkor az eseménynek a logója ki volt vetítve, az esemény neve ki volt vetítve, és szintén egy ilyen kis 3D-s hatással feldobva, egy kics többletet tudsz adni a rendezvényednek. Ez is egy kellő távolságból, egy viszonylag nagy felületre volt vetítve, ezt már meg lehet csinálni projektoros mappinggel, már lehetőség van nagy fényerőben vetíteni, abban az időben gyakorlatilag ez az egy megoldás volt erre, amit, amit így lehetett használni, és itt látszik egy kis 3D-s hatás amúgy és amit beszéltünk szintén, a videón látszik ez a nagy vibrálás, amit az előbb mondtam, valójában azért nem billog ennyire. Meppelhetünk teljesen olyan felületekre, ahol nincs felület gyakorlatilag. Tehát ez a, a Vörösmarty téren volt ez a rendezvényünk, ahol szintén figyelemfelkeltésnek kellett kivetítenünk a cégnek a logóját, vagy egy kicsit földobni, és akkor ide készítettünk szintén ilyen kis meppelést, tehát itt a lézelt egy állványra letettük, és a, a, különböző animációkat, illetve a struktúrákat kiegészítve létrehoztunk egy látványvilágot, mint itt is a, a, ez a műegyetemen. Szintén az oszlopokon föltekeredik, a boltívek vannak kivetítve, ki van írva az eseménynek a, a neve, tehát ilyen egyszerűbb, de egy ilyen dinamikus meppelésre is használható a lézertechnika. Ez nemrég csináltuk ezt a, a, az MTK-nak az átadójának a, a só, sóját, és szintén két nagyon nagy teljesítményű lézerrel átlósan vetítettük be a pályát. Ez az egész sónak, átadó, átadó sónak volt része, és utána pedig lézerrel ilyen animációkat vetítettünk a pályára. Ez is nagy felület, itt is a fő dolog ugye a fényerő volt, tehát ha nagyon nagy felületet akarunk animálni, kicsit feldobni, meppelni, akkor azért érdemes lézert használni, mert sokkal olcsóbb, mint ha rettenet nagy fényerejű projektorokat sorolva animációt meppel, meppelést használunk, tehát ez így sokkal költséghatékonyabbá teszi a dolgot, és mind a mellett szintén elég látványos, hogy ott életre kell a, a pályának a felfestése. Ez is szintén animáció is a nagy méretben. Ugye beszéltünk arról, hogy mi van akkor, hogyha lézereznünk kell egy nem homogén felületre, ez egy nagyon érdekes rendezvény volt, egy szélerőmű park átadóját bízták ránk, ez már második volt, és olyan szerencsétlen helyszín választás volt, illetve nem is volt alternatíva már, mert ez volt a, a falunak a, a focipályája, ugye az emberek mindig ide jártak majálisozni családi napok falunapokra, úgyhogy ez a helyszín ez teljesen adott volt, és, a, és, és itt kellett nekem azt megoldani, hogy létrehozzunk egy, egy, egy show műsort, amin magát a szélérőművet mutatjuk be, ami 5 kilométer távolságosan rettehet messze volt, és a látványvilágba, pedig mi volt benne egy olyan nem homogén felület, egy sziluett, amivel ugye kezdetben agyaltunk, hogy mit lehet kezdeni, és az lett kitalálva, hogy ha, ha nem tudunk rá... Ö, gyakorlatilag kit akarni, akkor, akkor, vetítsük meg, és gyakorlatilag szintén meppelve, de nem homogén felületre, körberajzolva a, a tereptárgyakat a részévé képeztük a sónak, tehát tehát amit láttatok, mindent körberajzoltunk, és, és a só részévé vált tulajdonképpen. És akkor mind nem törpült el a látványvilágba, mert hogyha a fókuszt az előtérre helyezem, akkor gyakorlatilag akkor elveszik a lényeg a hátsó lézerekről, ami szintén két 40 wattos nagy teljesítményű lézer volt, és, és, akkor a, oda fókuszáltunk volna az első részre, így létrehoztunk egy műhorizontot, és a műhorizont mögötti tartalomra rá tudtuk a hangsúlyt, illetve rá tudtuk fűzni magát a sót. Ez egy nagyon érdekes volt, mert szintén egy nagy fényerejű lézereket azért kellett használni, mert rettenet messze volt a, a látvány, és ahhoz, hogy én egy értelmezhető sót tudjak létrehozni, akkor meg kellett határoznom, milyen fényerő milyen, milyen, mivel tudok, tehát milyen fényerővel tudok gazdálkodni. És akkor itt lehet látni, hogy hogy a műhorizont és a homogén felületre vetítés mellett ugye hátul létre tudok hozni szintén egy, egy, egy animációt. A... Most eszembe jutott még egy dolog, azzal nem készültem, de elmondom, hogy ugye a lézernek ugye az a tulajdonsága, hogy ha abból az irányból nézed, ahol a lézer van, tehát mondjuk beleállsz a tengelyébe és rávetítesz egy fára egy logót teljesen mindegy, hogy a fának a térbe lelakja miatt. A falevélen, az ágon, a törzsén képződik a képpont. Ha abból a szögből nézek, akkor összefüggővé fogod látni, hiszen a lézerfénynek a, az energiája miatt nincs, Fókusz, tehát nem kell fókuszpontot állítanod, mint egy projektornál, hogy a fa elejére, közepére vagy a végére fókuszáljál. Éppen ezért lehet arra használni, hogy nem homogén felületre, a pálvölgyi cseppkőbarlangnak a fölső beton, beton szikla szabad részére, ami be volt nőve fákkal. Egy rendezvényre kiírtuk, azt hiszem egy születésnapi rendezvény volt, hogy boldog születésnapot, és ugye amikor mentél be oldalról, semmit nem láttál, csak az, hogy ilyen szép lézerek vannak fönt a fákon, de amint elértél abba a szögbe, ahol ugye a lézer tengelyébe beleestél, akkor gyakorlatilag ott volt egy makulátlanul olvasható felirat, ami abba a pillanatban állt össze, ahogy beleestél a tengelybe. Tehát ez is egy geg, ezt is, ezt is lehet használni. Ha dekorálunk vele, ugye beszéltünk, előző részben meséltem, és mutatok is majd a következő képet, ami konkrétan azt azért cseréltem meg, mert abból adódott a lézerpadló, és azt azt oda kötöttem be, de szintén a Bang üzlet átadójára létrehoztunk egy lézer mennyezetet. Ez egy statikus dolog volt, tehát ez meg sem mozdult, tehát ezek ott álltak végig, és egy olyan látványvilágot, egy virtuális mennyezetet hoztak létre, és egy nagyon letisztult, nagyon jól értelmezhető, és ehhez a, 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 a hangfal, vagy ez a márkához jól illő látványvilágot tudtam létrehozni, azáltal, hogy a, a, a az üzlet négy sarkába felraktunk négy darab ö, ö, lézert, és ezeket ilyen sugárnyalában megnyitva, vagy keresztezett ábra jött létre. És nagyon, tehát nem kell ennek mozognia, nem kell ennek külön, tehát akkor már nagyon csicsás lett volna, nagyon zavaró lett volna, itt pedig pont a statikusságával adott egy ilyen nagyon elegáns dolgot, hogy igen, itt vagyunk, és masszívan itt a látványra ment a hangsúly. Itt pedig a, amit meséltem, megtaláltam ezt a képet. Itt pedig az előző részben mond, mondtam, hogy egy olyan rendezvény helyszín volt, ahol nagyon csúnya volt a mennyezet. Tehát gyönyörű volt a környezet, ilyen bor, bor áruháznak a belső tere, rendezvényhelyekre kiadták bérbe, de a mennyezet az borzalmas volt, egy ipari, tehát egy, egy könnyű szerkezetes csarnokot képzeltek el, légtechnikával szellőzerencekkel, lámpákkal, amit el tudtok képzelni, minden ebből borzalmas ronda volt, és ugye a helyszín bejeles követően ezt kitaláltam, hogy akkor a galériára könnyen elhelyezhetők lézerek, és a galéria színbe húztunk egy mennyezetet szintén. Amiatt, hogyha az ember belép, akkor létrehozok egy mű mennyezetet, amit gyakorlatilag a szemem jobban lát, mint a mögötte lévő valós mennyezetet, ezért nem oda fókuszálok, hanem azt nézem, hogy milyen marha jól néz ki, ez sem mozgott, teljesen statikus volt, végig, végig látható volt ez a, ez a ez a, a mennyezet, mert ugye se a vetítésbe, se egyéb dolgokban nem zavart bele. És itt jobb oldalt lehet látni, hogy ott pár pötty az, az ugye fölvilágított a galériának a szintjére, és ott, ahol rés talált, ott szépen a padló fölött egy fél centivel húzott egy csíkot, de maga a csík az nagyon halványan látszódott, de mégis jelen volt. És akkor ez volt az, amikor följött hozzánk, mert fönn volt a technikusi állás, följött hozzánk a szervező, és akkor így elbotlott a semmibe, gyakorlatilag egy fénynyalába, és ez nekem annyira megtetszett, hogy mondom, mert ez miért, miért ne használják, vagy akkor tudatosan csináljunk valamit, amiben is megbotlik, igenis ad egy, ad egy, egy effektet, és ebből lett az általunk fejlesztett klasszikus lézerpadló, amit, amit ilyen, ilyen téren tudunk felhasználni, hogy amikor a lézernek, a, a, tehát itt nincs ködölés, nincs semmi, tehát magát a, a felületet nem látod, csak akkor, amikor megtöri valami a, a síkot, ezeket a lézersíkokat, ezek ilyen 70-90 fokba kinyitott, kinyitott legyező alakban a terem négy sarkában van lerakva, tehát azért tudja cipőt körbeérni, mert minden oldalról ö, megvilágítja egy lézer. Itt lehet látni bal oldalt, hogy az egyik oldalt egy kék lézert raktunk, a másik oldalon pedig egy zöldet és ezért, ahogy mászkálnak benne az emberek, egy nagyon-nagyon dinamikus látványvilágot hoz létre, valamint konferencia terembe raktuk föl, és ezeknek a krómlábakon lábakon szépen megcsillanva az összes lába, hogy leért a földre, ott az egy ilyen kis effektet hozott létre, és nagyon-nagyon szép volt. Utána rendeltek tőlünk ilyen lézereket, és rögtön lebuktak a kőművesek, meg a padlóburkolók, burkolók, mert ennek a technikának egyetlen egy hátulütője van, hogy egy nagyon szép egyenes sík van szükség, ugyanis ha, ha nem sík a padló, akkor itt a középső alsó képen lehet látni, hogy ugye ezek a síkok szépen felülnek. <coughs> Pillanat. és a, a, helynek a, a hibáit így megmutatják, tehát tisztaságnak kell lenni, mert ha nagy por van, akkor szintén látszik, illetve, illetve amennyire lehet síknak kell lenni. Mutatok erről egy videót. Ez így az első teszteléseknél így levittük a gödörbe, voltunk ott egy rendezvényen, és így senki nem kérte, ilyen fiatalok így elkezdtek belállni, hogy ez mennyire jó dolog és rögtön le is tesztelték, és ott elkezdtek ugrabugrálni benne, ami nekünk nagyon tetszett, szintén a kőművesek nincsenek megdicsérve. Ezen a videón látszik, hogy szintén nagyon szintén úgy van a padló lerakva, hogy nagyon görbe vagy görbül. Aztán ezt, ezt a technikát továbbfejlesztettük, illetve használtuk másra is. Például itt volt egy divat bemutatónak az egyik próbáján, hogy ugyan nem sík felületet hoztunk létre, nem sugárjátékot, de szintén gyakorlatilag a föld felszín fölött, tehát nem a hagyományos módon, én általában nem szeretem a hagyományos módokat, hanem, tehát nem fölöttük, hanem közvetlen alattuk a, a földön volt ez ö, ö, meghúzva ezek a sugarak, és amikor a, a, modellek ugye keresztezték a sugarakat, illetve a cipőjükön ö, csillogott, villogott ez a, ez a látványvilág. Ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Lézerben még volt egy olyan technika, amit egy kiállításon használtunk először. Ugye volt az a film a, a Catherine Zeta jones a, a Brilliant csapda, és ezt gyakorlatilag mi élőben megcsináltuk, ügyelve a biztonságra, majd a biztonsági résznél fogok róla mesélni, vagy beszélni, hogy miért fontos, hogy ezt ne saját ö, ö, lézerpointerekkel, vagy akármivel vitelez ki, mert nagyon veszélyes, de egy, egy teljesen gyerekeknek is, és mindenkinek biztonságos módon létrehoztunk egy lézercsapda játékot, egy állandó kiállításra, és az volt a feladat, hogy ebből a szögből, ahol a, a fotózva volt, a, a piramisig el kellett jutni úgy, hogy ne érje bele a sugárba, mert amint belérte a sugárba, akkor egy sziréna ö, megszólalt, és amikor átértél ezen a lézer csapda játékon, akkor a piramisnál fölhasználtuk már az előző részekbe mesélt PDLC fóliát, mert egy kódot, egy PIN kódot be kellett ütni, amit egy előző részből kellett meg kitalálnod, és a piramisnak az alja akkor vált átláthatóvá, mikor jó pinkódot adtál meg, és ott helyeztek el kincseket, meg további feliratokat azzal kapcsolatban, hogy a játékot tovább tud játszani. Ugye ez a játék, ez... Ez, ez egy nagyon élvezetes, meg egy nagyon jó dolog. Itt a következő képen, ez egy, egy szállodába hoztuk létre, az egyik szállodának a szobájába, talán Visegrádon, mert egy, egy óriás világcégnek a teljes marketing főnöksége, meg, meg vezetősége volt itt konferenciázott, és az ügyfél szeretett volna valami játékot, aktivitást létrehozni, hát ilyen vezérigazgatókat földön csúszva még nem látta én igen. Tehát, tehát ahogy így kúztak, másztak, ez nagyon, nagyon élvezték, és szintén az volt a, a, a poén benne, hogy ahogy hozzáértél, akkor, akkor úgy van kialakítva ez a lézercsapda játék, hogy, ha belenézel egy lézerbe, mivel nagyon nagy intenzitású a, a, a fény gyakorlatilag megvakult vagy látáskárosodást szenvedhetsz. Ezek úgy vannak kialakítva ezek a játékok, hogy be van építve egy biztonsági modul. Tehát ahogy megszakítod a sugarat, bármiddel, akkor kikapcsolja az intenzitást és minimális intenzitással egy picit villogva jelzi, hogy hol van ez a ez a. a a sugár, tehát egy, egy érzékelő és egy tükörpára van megoldva, pont azért, hogy ne történjenek olyan dolgok, még nem tudom, pár évvel ezelőtt hallottátok-e, hogy, hogy Oroszországban egy bulira csinált otthon valaki egy lézert, és gyakorlatilag az első sort tíz embert vakított meg vele, mert úgy használta, hogy belevilágított az emberek szemébe, és, és frankon tíz orosz fiatal megvakult. Egy, egy ilyen balesetbe. Úgyhogy ez nagyon fontos. Tehát tisztelni kell ezt a technikát. A biztonsági résznél majd még mutatok képeket is róla, de most nézzétek meg ezt a játékot, hogy ilyen, amikor az ember így <laughs> bóklászik a kis sugarak között. Tehát ez térbe el van helyezve a játék. Ezt nagyon nehézre is meg tudjuk csinálni. Pont ezen az előző legmesélt kék-zöld lézeres játékban volt az, hogy nyilakat helyeztünk el a földön, de a leírásban nem volt szerepel, vagy nyilakat kell követni, mert hogyha nyilakat követték, akkor gyakorlatilag Ö, nem lehetett végigmenni, és utána mondták, hogy hát, hogy a, a nyilakat követtük, és nem, nem, nem lehet végigmenni, úgy hát persze, senki nem mondta, hogy kövessd a nyilakat. Az volt a feladat, hogy juss el a játékon, tehát ilyen kis trükköket is raktunk bele, és akkor itt lehetett látni a végén, hogy a piramisba beütötted a kódot, akkor, és eljutott el úgy, hogy nem szakítottad meg magát a, a lézersugarat, akkor egy kis kincses kamrát találtál, a piramis alatt, tehát itt már különböző technikák kombinációját látod, a PDLC fólia, plusz a fénytechnika, plusz ugye magát a a, a lézertechnikát látod és ugye fontosnak tartottam akkor a biztonságot, mert többször felhívtam rá figyelmet most is volt ilyen ö, ö, hülye gyerek, hogy lézerezi a pilótákat, lézerezi a, a, a más zavar vele Ugye itt van egy kis ábra, hogy minél, jobb te minél nagyobb teljesítmény egy lézer, és minél jobb a konvergencia, annál veszélyesebb, hiszen azt a fényenergiát, kellő távolságra el tudja vinni, tehát ezzel tényleg látáskárosodás lehet okozni. Amikor csináltuk és lézereztünk a, a Körösegyi Völgy hídra illetve a Megyeri Hidra, akkor a, a légi forgalommal egyeztetve és engedélyeket kérve az ő általuk adott ö, szögeket betartva tudtunk a levegőbe lézerezni, pont azért, hogy egyrészt a pilótákat meg, ö, tehát a pilótákat ne veszélyeztessük, illetve a légi forgalmat. Tehát... Ö, nagyon fontos a biztonság nem, nem tudom hangsúlyozni tehát mert ö, ö, lehetnek problémák például eszembe jutott ott a, elő, ez, előzőkben láttátok a szélerőmű átadónak két 40 wattos irgalmatlan nagy lézerrel ö, ö, kellett dolgoznunk hogy oldod meg ennek a biztonságát hiszen lehet egy műszaki probléma lehet valami olyan dolog egy rendezvényen a, a, a klasszik mechanikus vaslap abba a szögbe betolva, hogy ne tudjon az emberek, tehát az emberek feje fölötti szöget lezárva, gyakorlatilag vaslappal meg tud akadályozni mindenféle szoftver, vagy, vagy elmozdulás, vagy leesés, vagy mechanikai sérülés miatt keletkező problémákat. Tehát olyan céget válasz, hogyha lézertechnikát akarsz, aki, akinek vannak referenciái, akik odafigyelnek a biztonságra, 3-4-5 cég van Magyarországon, akikbe én megbízok, illetve tudok velük együttműködni, illetve tudom őket ajánlani. Az ilyen kínai lézerek, aminek nincsen papírja, nincs, tehát nem tudsz róla semmit, mert valójában nincs bemérve, nincsen az a, az a, a fényerő adat, az, a, az a, a biztonsági papírozásra, Tehát azt ne használjátok még otthon se, buliba sem, mert probléma lehet, gond lehet belőle. Úgyhogy ha nagy rendezvényre, meg rendezvényszervezőként gondolkoztok, akkor a biztonságot figyelembe véve választatok olyan cégeket, akik ezzel tisztában vannak, illetve nézzétek meg a referenciáit, és kellő referenciával, illetve kellő szakértelemmel rendelkeznek ebbe a térbe. Befejezem lassan, mert az egyik leghosszabb adás sikerült. Én szeretem nagyon ezt a témát, de mondtam az elén is, hogy gyakorlatilag, ha beleveszik a történetét, a fajtáit, a, 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 az egésznek, hogy meddig lehet eljutni, vagy mi a, mi a mostani dolog, már a világ végéig beszélhetnénk róla. Úgyhogy ezt lezárom. Ha van konkrét olyan kérdésetek, ezzel kapcsolatban akkor ha tudok rá, én is válaszolok, ha a kicsit szakmai, akkor megkérdezem a Zolit és, és ő, a Facebook alatt tudtok kérdezni, válaszolunk. Az évadnak a, a, az utolsó előtti epizódja, ugye a bonus track, amit meséltem, azon kívül, még leírtam, hogy mi miket tartunk egyedinek, és, és saját magunknak, tehát a, a, a cégemnek a a fontossága nekem fontos nagyon az elakusztik siva, ez a hangrendszerhez kapcsolódik, illetve az elakusztik kivakettő hangrendszer, illetve a full HD lézer projektorokról fogok egy-két dolgot, szintén visszacsatolunk a lézertechnikára, az, az lesz ennek az évadnak a, az utolsó szakmai része, majd összeírok ilyen kis sztorikat, kis anekdotákat, én azt gondolom, hogy az az még érdekes lehet, meg annyira sok vicces, poénos dolog van az életünkben, meg a szakmánkban, ami miatt szeretjük ezt, és ami miatt a hobbingnak is tartjuk. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt megtaláljátok az összes videót, mert mind a kilencet. A következő részt is hamarosan elkészítem, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.